Szabadkának vannak ilyen pontjai is. Az utóbbi időben egyre több helyen szemétből egyre több van. Megszaporodott az illegális szeméttelepek száma is, a kommunális rendőrség megalakulását a városvezetés ígéretét követően immár több mint egy éve várják a polgárok. Az illegális szeméttelepeket ugyan a Városi Köztisztasági Közvállalat időnként felszámolja, ám a szeméthegyek újra és újra kialakulnak. A kérdés kezelésében minden esetre nagy szerepe lesz a néhány éve megalakult regionális hulladékkezelő Kft.-nek, amely hulladékkezelésben az Északbácska és a Tiszamenti községek igényeit kellene, hogy kielégítse európai normák szerint. Az oromi kataszteri községhez tartozó terket nemrég bocsátott az állam a Kft. Rendelkezésére, amelynek igazgatója arról számol be, hogy elkészült a részletes tervezési terv, valamint a környezetvédelmi hatástanulmány, most pedig folyamatban van az ötletterv kidolgozása. Az igazgató szerint még idén a főterv is elkészül. Magának a beruházásnak az első fázisa az körülbelül 15 és 17 millió euróba kerül. Ez a becslés az ötletterv alapján született, és tartalmaz minden elemet. Ami alatt értem a hulladékudvarokat, az átrakó állomást, a lerakónak az első kazettáját, a válogatóközpontot, valamint a víztisztítót is. Viszont hát azért ez a beruházás is elképzelheti, hogy fázisonként fog megvalósulni. Amit mi 2012-ben biztos, hogy biztosítanunk kell, az olyan 7 és 9 millió euró között van. Ami a szabadkai regionális hulladéktároló kiépítését illeti, az a tervek szerint jövőre megvalósulhat. Az előrelátások alapján 2012-re várható a szemétlerakó üzembehelyezése, és annak kísérő elemei az átrakó állomások és a válogató központok beindítása.